Krostáns Péter István, a Kolozsvári Rádió szerkesztője. Haló, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a Klub Rádió hallgatóit. Hát mi pedig üdvözöljük a Kolozsvári Rádió hallgatóit. Tényleg csináltunk volna ilyen keresztadást, hogy mind a két rádióban hallani lehetne, de ez most már egy kicsit késői gondolat. A szerkesztő milyeneket írt fel nekem, nagyon szeretem ezt. Mit lát a magyar valóságból egy határon túli értelmiségi, mennyire éri el őt Orbán Viktor, és mennyire izgatja egyáltalán, kérdezi ő, én majd másokat fogok kérdezni, úgyhogy ezzel nem kell törni. És amúgy hogy vannak? Ez viszont egy nagyon jó kérdés. Hogy vannak? Hát kezdjük azzal, hogy hogyan ér el engem Orbán Viktor. Hát jó, de nem akartam, de ha muszáj, akkor jól jöjjön. De emlékem van róla, tehát határon túli tudósítóként egyszer alkalmam volt egy nagy kerekasztal körre ülni a kollégáimmal és a miniszterelnökkel. Ez az első mandátuma volt. És hát megittunk egy-egy pohár narancslevet, és egészen jó hangulatban elbeszélgettünk. Elég jól informált politikussal volt dolgok. Tehát azért tudta, hogy a Kárpát-medencében, ugye az elcsatolt területeken hol mi a fontos, a lényeges. Na de melyik volt a következő kérdés? És ekkor kapta a Sir Lancelot nevet. Ugye, hogy melyik volt a másik kérdés, hogy mit lát a magyar valóságból egy határon túl értelmiség? Ez volt a másik kérdés. Hát ennek több szelete van. Most attól függ, hogy éppen mire érzékeny az értelmiségi, hogyha azt látja, hogy gond van az egyetemi rendszerrel, akkor nyilván rezonál erre. Több ízben volt ezzel kapcsolatban. Meghívottam itteni egyetemi oktató, amikor az MTA-nak voltak a gondjai. Ami közben itt a háttérben behalszik, és a hallgatók is hallják, ez egy tornaóra, hiszen online oktatás van pillanatnyilag, és a kisebbik lányom az szomszéd szobában testnevelés órán vesz részt, úgyhogy ha néha egy-egy dinamikus hang beszüremlik, akkor az ennek tudható be. Szuper. Szóval érzékeljük szerintem, legalábbis most inkább beszéljek saját magam. Az izgalmas lenne, csak azért több... is, igen, bocsássam meg, hogy félbeszakítom, csak tehát van két kép létezik itt, ugye. Akkor mondjak, hogy én is valamit erre történetről. Egyik az, hogy hát vannak ugye a határon túli magyarok, akik hát mind népviseletbe járnak, mind a Fideszre szavaznak, és egyébként a hétvégén néptánccal mulatják az időt, ugye van ez a klasszikus sztereotípia, és van egy másik, amit én inkább... Lebomló félben levő azért, ja, igen, meg, ez hogy fontos, ez már egyre inkább árnyalódik. Hát azért hát nem szívesen mennék le most így egy kicsit az utcára, és megkérdezném ezt. De másik az, hogy hát úristen, hát ezért kapjunk már fejünk ezt, hát vannak matematikusok, fizikusok, kémikusok, tehát hogy ez nem úgy néz ki már, hogy tehát ha nincs gémeskút, nincs határon túli magyarság, de hogy ezt azért érzem vissza a politikában is érzem ezt így vissza köszönni, ezt az elmebajt. Onnan mi hogy nézünk ki a rossz sztereotípiák szerint? Hát ugye, ami klasszikusan visszatérő megjegyzés volt, ez a táposok. A táposok, az igen, az nagyon az menő. Igen. Ez elég sokáig tartotta magát, végül is itt egy mondhatni jól beágyazott és hát tradícióval rendelkező turizmus létezik, mármint a Magyarországról Erdélybe áramló turizmus, ennek ugye hát több csatornája van, az egyik a rokonlátogatás, a másik az, hogy 89 előtti barátságoknak a tovább fodrozódása, a harmadik, amikor szervezett turizmus zajlik, tehát megjön a busz, és akkor megmutatják azt, hogy Körösfőn mi a lényeg, akár Kolozsváron a Bánfi palotát, Tordán a Sóbányát, hogy itt csak a szűk környezetet tekintsük, akkor van ez a Székelyföldről alkotott, gondolom, elég érdekes és töredezett impresszióköteg.
Úgyhogy itt vannak kapcsolatok, és hát vannak a nyári táborok, ugye táncról volt szó az előbb, hát ezek a nyári tánctáborok, ezeknek a közönsége stabilan úgy tevődik össze, hogy itteni néprajz és néptánc iránt érdeklődő fiatalok, magyarországiak, és hát elég sokan ugye még Kanadából is szoktak kalottaszegre jönni, nem beszélve egy némely japán fickót, aki nagyon jól megtanult néptáncolni. De hát ez mondjuk inkább az exotikum. És azért részlet. Szívesen tehát, megnézném. Van, az a lényeg, hogy van itt közlekedés, és hát van gazdasági érdek is. Tehát megnézve a statisztikákat, nyilván nem futotta ki a lehetőségeket a két ország közötti kereskedelmi hát lehetőségek palettája, de jócskán el lehet mondani, hogy itt főleg a határmenti övezetben élénk kapcsolattartás van, de amúgy is, tehát a makro számok szintjén is egy dinamikus, bíztató jövőképpen rendelkező kétoldalú kapcsolatrendszerről tudunk beszámolni. Ugye pont a reklámban hangzott el ez a független szabad európai rádió vagyunk. Hát Kolozsvár azért valahogy így él az én fejemben, egy ilyen független szabad európai városként. Az egy jó hely. Tehát én, nekem az emlékeim, ez sajnálatos módon elég rég voltam ott, de az alapján azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy egészen jó hely. Hát függetlenül attól, hogy most éppen smog borítja a várost, mert hogy egy teknőbe vagyunk, és elég ködös az idő, ilyenkor aztán nehéz lélegezni. De vannak persze jó oldala is, azért ez is egy árnyalt képet igényel. Az szokott kifele sugározni a városból, hogy ez egy fesztiválváros, tehát hogy itt két-három nagy nemzetközi fesztivál már gyökeret vert. A másik az, hogy hát ott dinamikusan fejlődik a munkavállalóknak egy jelentős hányada, mint egy 15-17 ezer ember IT-szektorban dolgozik, ezért aztán nem csak, hogy fiatalos, de eléggé drága város is. A harmadik az, hogy amúgy is egy klasszikus kulturális központ, ugye Erdély, hát szellemi fővárosának szokták tekinteni, és hát van egy igen komoly felsőoktatási tradíció, már nem ritka az, hogy az itteni orvosképzőn nagyon sok külföldi diák szerez diplomát. Tehát mindezt összevetve azt is mondhatnánk, hogy egy izgalmas, kozmopolita, nyitott város, elszívja az energiák nagy részét a környékről, akár a Partiumból is, Szilágyságból, de Székelységből is nagyon sokan jönnek fel, és alapítanak itt maguknak egzisztenciát és pályát. Viszont azt is el kell mondani, hogy hát ez a multikulturális embléma azért igen gyakran megbicsaklik. Tehát, hogyha az gond, hogy hát például a téli vásár idején szólni kell többször, hogy tegyék ki a magyarul is a karácsonyi üdvözlő szlogent a bejárathoz, azért gondolom, hogy utal valamire. Két dolog jutott eszembe, hogy az egyik az, hogy én miskolci vagyok, és ez a tápos szemlélet, ez ugyanúgy megvolt. Tehát ugye, amikor így Borsodban, ugye mondjuk, hogy hát amit nem lehet megoldani egy késsel, azt sehogy se lehet megoldani, az egy kicsit hasonló ehhez. Tehát, hogy itt Budapesten itt perelnek meg, ügyvédhez fordulnak, ott nálunk megoldják egyszerűen. Tehát ugyanez a fajta feszültség megvan 180 kilométer, tehát gyakorlatilag... Nem, én mondom ezt ugyanúgy, ahogy a rólunk alkotott image sem olyan már, hogy állandóan múltba révedünk, és időnként rikkantunk, és néhány táncfordulattal letudjuk a feszültséget. Szóval ugyanúgy már nem hiszem azt, hogy generálisan érvényes az, hogy mindenki, aki nyilván Magyarországról jön, az táposként. Hát, van ebben egyfajta tényleg a provincia hegykesége, mellénykedése, kivagyisága is ebben a viszonyulásban. Meg hát nyilván sok frusztráció, ami
Hát ez ugyanazt, azt akartam éppen mondani, hogy a frusztrációban és a provincia hegykeségében mind a Miskolc sem marad le, de a másik az lett volna, hogy Kolozsváron a kulturális életre mennyire nyomja rá a bélyegét ez az itteni kultúrháború, ami nálunk zajlik, mennyire itatja át ezt az egészet? Hát annyira, hogy időnként szoktam az SFE tanáraival Tetőterasz című műsoromban beszélgetni és figyelni a fejleményeket, ha már így nagyon belülről kezdjük koncentrikusan. Amúgy meg szerintem mindenki, aki alkot és önállóan gondolkodó, érző lényként ételezi magát, érzi azt, hogy a dolgok nem jó irányba alakulnak, vagy torzulnak. Na most egy dolog az, hogy érzi, más dolog az, hogy szóvá teszi. A szóváltételnél megint egy dolog az, hogy baráti körben, vagy ezt penárisan felvállalja a kifele is. Tehát én meg vagyok győződve, hogy aki az alkotás szabadsága miatt picit is aggódik strukturálisan és a saját művészi autonómiájáért, gondolom, hogy valamilyen módon felelősséget vállal, az hát az aggódó tekintetét veti Pest felé, hogyha finoman akarok fogalmazni. De ezért mégis volt egy nagy törés a magyar politika és Erdély, illetve egyéb magyar lakta területek életében, azért ez a népszavazás, ez az állampolgársági kampány, azért azt nehéz lesz kiheverni, és az még nem most lesz. Hát a kettős állampolgársággal kapcsolatos ez a bizonyos december 5-ei. Igen, egészen pontosan, igen. Hát az az igazság, hogy én most nem mernék ezzel kapcsolatban messze menő következtetéseket levonni, mert egyszerűen nincs birtokunkban olyan típusú felmérés, ami szociológiailag validálna bármilyen kijelentést. De hogy idővel azért megkopott ennek is az éle, a súlya, tehát akkor tényleg egy eléggé kemény hors felületként érzékeltük, de én szerintem, hát ha most megkérdeznénk valakit, hogy így dátum szerint mit mond neki az a bizonyos december 5-e reggel, nem vagyok meggyőződve, hogy elsőprő többséggel egyből rávágnák, és kiülne az ábrázatukra egyfajta, hát ennye-bennye. Uh-huh. Jó, csak azt gondolom erről, hogy ez nem kibeszélve lett, vagy nem lezárva lett, hanem elfolytva, vagy elfelejtve, vagy így ködbe borítva, és ez nem annyira jó állítak hosszú távon. Jó, hát ha mélyebbre megyünk, csak szerintem ez a műsor nem erre való. Itt azért voltak taktikai hibák. Tehát ahogy elindult ez a történet, ahogy a Magyarok Világszövetsége átvette és erőltette, holott nagyon sok jel arra utalt, hogy nem föltétlenül ez a megfelelő pillanat. Úgyhogy én is úgy gondolom, hogyha ezt most drón szemmel felülről megnézzük és eltávolodva, akkor nem biztos, hogy mindent az akkori kormányzat, illetve kormánypártok és hangulatkeltésük róvására kéne írni. Persze, ez egy, én azt mondom, a tanulságokat nyilván meg kéne fogalmazni, lehet, hogy tényleg érdemes lenne ezt górcső alá venni, és még jobban átbeszélni. Nem úgy érzem, hogy most ez lenne az a momentum, ami úgy meghatározná, vagy nagyon nyomná a kapcsolatot, a viszonyulást a Erdély és és Magyarország között. Milyen most az élet Kolozsváron? Tehát hogy működik kijárásilag, bejárásilag, nyitvatartásilag a helyzet? Hát itt többször nyitottak, többször zártak. Van olyan átmeneti megoldás, hogy akkor ilyen kiülős, hát ilyen téliesített, úgymond teraszokkal próbálják áthidalni. Lényegében itt nagy gondok lesznek a turizmussal. A statisztikák azt mondják, hogy kb. 1/4 a cégeknek a vendéglátóipari
cégeknek be fog csődölni. Most ez megint olyan, hogy kétélű, mert lehet, hogy akkor azok maradnak, akik tényleg nagyon jól csinálják, és nagyon elkötelezettek. Tehát amikor ilyen kilátástalan, ködös idő van, a szó nem csak meteorológiai értelmében, akkor lehet, hogy jó, hogyha megpróbálunk a köd felhő mögé nézni, és nem fölétlen azért, mert mindig kell egy optimista kicsengés, de hogy azért vannak jó oldalai is. Nyilván az nem jó, hogy a színház készülődik 4 hónapig, és utána lefújják újfent, mielőtt az első produkciójukat be tudnák mutatni. Nyilván így foghíjasan, tehát, hogy 2 néző, 3 üres hely, és így tovább. A városkép meg hát nyugodtabb, nem annyira zsúfolt, mert azért azt is el kell mondani, hogy amilyen dinamikusan fejlődött Kolozsvár, itt a közlekedés az egyre nagyobb gondot jelent. Nem is tudtuk volna 10-15 évvel ezelőtt elképzelni, hogy létezik ilyen pesti típusú dugó. Na hát van ilyen, van. Délután a haza utazók, mert ugye a városban sokan dolgoznak máshonnan, a perem településekről van ilyesmi, hogy dugó. Ez most már nem annyira idegesítő, de hát nyilván, mivel ez egy egyetemi város, a diákság is ugye otthonról tanul online rendszerben, nincs az a régi hangulata. Ezt félve nem csak megkérdezni, de az a régi szokás megmaradt, hogy a tömény az 1 deci, és kisebb egység nincs? Hát most már azért bekúszott. 4 centezés megy ott is? Már sattolgatnak az emberek. De vannak azért helyek, ahol ezt nem kérdezik meg, és egyből pultra teszik vagy a felest, vagy az 1 decit. Jó, azért a jó dolgok azok lassan változnak meg, bár engem már sajnálatos módon ez nem érint. Nagyon szépen köszönöm Rostás Péter Istvánnak. Legközelebb fordítva, akkor a Kolozsvári Rádióban fogunk egyet csacsogni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget, és hát kitartást kívánok a csapatnak is, meg a hallgatóknak is, és hát örvendek az új hírnek, miszerint a médiatanács mégiscsak elfogadta azt a pótlást, úgyhogy hát reménykedjünk. Igen, ebben a kitartásban, összeszorításban és derékszi húzgálásban egészen jók vagyunk már. Köszönöm szépen, viszont hallásra, minden jót! Viszont hallásra!